Több évtizedes hagyománya van a pályázatnak, amelyet első alkalommal 1957-ben hirdetett meg a Kanizsa Fotóklub. A Hevesi Sándor Művelődési Központ 1976 óta segíti az országos pályázatot, amelyet kisebb-nagyobb kihagyásokkal két évente hirdetnek meg. Kezdetekben a hazánk életének bemutatása a fotográfia eszközeivel volt a kiírás szempontja. Azóta mindig, már az utóbbi években mindig altémákat is választunk. Idén volt a csendélet, előtte volt a víz, a jazz, tehát mindig próbáltunk más eseményekhez is kapcsolódni. Dénes Sándor polgármester köszöntőjében úgy fogalmazott, az élet végtelen számú eseménye, epizódja és pillanata megragadhatatlan az egyén számára. De jelképesen egy közösség a maga sokféleségével rámutathat erre a végtelenségre. Így a kiállítás, akár csak egy tábortűz, e végtelenség sötétjét világítja meg, kiemelve abból arcokat, tárgyakat, momentumokat, kifejezve az emberek sokaságának nézőpontját. A zsűrizésben részt vett a Kanizsa Fotóklub elnöke is. Varga Szilárd elmondta, rendkívül büszke klubtársaira, hiszen az ő képeik is láthatók a kiállításon, többen közülük pedig díjat is kaptak. Egy ilyen országos mezőnyben is, mint szemmel látható, azért tud kiemelkedőt alkotni a csapat, nem csak ezen a pályázaton, hanem az összes többi országos és nemzetközi pályázatról is ugye ez elmondható. Viszont örömmel fogadtam azt is, hogy a nagy magyar kortárs alkotók mellé is fel tudtuk sorakoztatni a saját képeinket. Az ország legkülönbözőbb pontjairól beérkezett pályaműveket a zsűri elnöke, Baric Kati fotóművész, érdemes művész értékelte a megnyitón. A művész elmondta, saját látásmódja szerint több külön díjat is odaítélt. A tárlat november 30-áig tekinthető meg a HSMK Ősze András galériájában.